Vádat emelhetnek egy 26 éves veszprémi férfi ellen, aki megerőszakolt egy 11 éves kislányt. A nyomozás során kiderült, hogy a fiatalkorú lány az interneten webkamerán keresztül mutogatta magát idősebb férfiaknak. Közülük választotta ki magának a veszprémi férfit, akivel Keszthelyen találkoztak, majd az autóban szexuális kapcsolatot létesítettek. Megrázó riport következik. Ide a keszthelyi mólóhoz hozta a 11 éves sármelléki lányt a 26 éves veszprémi férfi. Először csak sétálgattak, majd ismét visszajutak az autóba, és a hátsó ülésen a férfi szexuálisan molesztálta a kislányt. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi tisztában volt azzal, hogy a kislány még csak 11 éves. Sármelléken sokáig nem is hallottak a történtekről, mert azt próbálták titokban tartani. Megdöbbentett ez a hír, mert az én lányom is egykorú idős, és nem szeretném, ha velük is előfordulna, se a fiammal, se a lányommal, se a többi gyerekkel, aki még egykorú idősek. Unokám van, megközelítőleg hasonló korú, talán egy-két éve fiatalabb, de én az ilyen beteg embereket elítélem. Nem tudom, hova kellene zárni az ilyeneket, vagy mivel büntetni, hogy ne forduljanak elő ilyen dolgok. A nyomozók kiderítették, hogy a 11 éves lány rendszeresen mutogatta magát az interneten, akár mesztelenül is idősebb férfiak kérésére. A falubeliek szerint ez az eset figyelmeztetés kell, hogy legyen a szülőknek is, akiknek hasonlókorú gyerekeik vannak, mert ha nem figyelnek, akkor a sármellékihez hasonló eset bárkivel előfordulhat. Sok gyerek olyan emberekkel kerül személyesen kapcsolatba, tehát interneten keresztül kapcsolatba, hogy nem is tudja ki az, és bárkivel, és sajnos ezt megosszák az interneten, és bárki, igen, történhetnek ilyenek. Én nagyon sajnálom a családot, sajnálom a kislányt, a gyereket. A nyomozók szerint a férfi több 14 évesnél fiatalabb lányjal is próbált kapcsolatba kerülni, mielőtt a sármelléki lánnyal megismerkedett. A rendőrök az ügyészségnek azt javasolják, hogy a veszprémi férfi ellen szexuális erőszak elkövetése miatt emeljen vádat.